Felszámolják a telepet, elbontják a Deszkás utcai ingatlanokat. Beteltek a helyek. Maximális létszámmal indul a fiataloknak meghirdetett halfőző tanfolyam. Tovább küzd a Bajai bácska, az élmezőnyből érkezett a kosarasok hétvégi ellenfele. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket február első napján, kedden, kezdődik a híradó a Bajai Televízióban. Elbontják a Deszkás utca hírhedt szakaszát. A területen egy magánvállalkozó építkezne, aki még 2003-ban vásárolta meg az első épületet. A munka tavasszal folytatódhat, véglegesen ekkor hagyhatják el a lakásokat azok, akik a fennmaradó két ingatlant lakják. Az önkormányzat a Deszkás utcához hasonlóan a lehetőségekhez mérten az Uszály utcai épületet is kiürítheti a jövőben. A bajaiak számára nem ismeretlen a Deszkás utca azon része, ahol a közelmúltban megkezdődtek a bontási munkák. Egykor hangoskodás és rendbontás volt jellemző ezen a területen, ahol most halmokban áll az építési törmelék. A helyszínen a jövőben egy új ingatlan épülhet. Az önkormányzat részéről Hajdú Miklós úgy nyilatkozott. Korábban önkormányzati tulajdonban voltak az ottani lakások, ezeket azonban nem a városvezetés bontatta el. Csak ugyan zajlanak bontások, nem az önkormányzat megrendelésére, hanem arról van szó, hogy ezen a belső udvaron korábban az önkormányzat 6 önkormányzati bérlakással, szociális bérlakással rendelkezett, de ezek idő közben fokozatosan kiürültek, jelen pillanatban már csak 2 van. A fennmaradó lakásokat menet közben értékesítette az önkormányzat, és az új tulajdonos, felteszem, hogy az új tulajdonos tisztítja meg a terepet, és bontja le azokat az épületeket. Hozzátette, hogy a fennmaradó körülbelül 30-40 négyzetméteres lakásokban már csak néhány lakóval kell megegyezniük. Határozottan idejű a bérleti jogviszonyuk. Szándékunk az, hogy idővel, ahogy a lehetőségeink biztosítják, őket legalább ilyen színvonalú, de nyilvánvalóan szeretnénk jobb színvonalú lakásokba a velük való egyeztetésbe és beleegyezésüket követően áthelyezni, és ebben az esetben ezek a lakások is értékesíthetők lesznek, és feltéve nyilván, hogy a testület majd hozzájárul, és azt követően pedig csak ugyan rendezni lehet azt a területet. Stábunk felvette a kapcsolatot az új tulajdonossal is, aki nem kívánt riportunkban szerepelni. Kamerán kívül azonban elmondta, évek óta a környéken lakik, és azért vette meg a mintegy 3600 négyzetméteres területet, mert maga szeretett volna tenni annak érdekében, hogy az eddig jellemző állapotok jobbra forduljanak. Jelenleg arra vár, hogy a maradék két lakásból is kiköltözzenek, hogy folytatni tudja a bontást. Ezután 4 ingatlant építene a területre lakhatási célból. Hasonló sorsra juthat az Uszály utcában lévő épület is. A lehetőségek és a lakókkal való megegyezés alapján fokozatosan ürítik ki a kétszintes ingatlant is, amely olyan rossz állapotban van, hogy nem érdemes költeni rá. Emiatt a jövőben azt is értékesíthetik, mondta az alpolgármester. Február 1-én életbe lépett az árstopp az élelmiszerüzletekben. Ennek kapcsán a Központi Statisztikai Hivatal közzétette a 7 alapvető élelmiszer októberi átlagárát, amelyhez a kormány a május 1-ig tartó rendeletet igazította. Ez azt jelenti, hogy ezen termékek ára nem lehet magasabb, mint amilyen előző év október 15-én volt. Amennyiben ez az érték kedvezményes, illetve akciós volt abban az időszakban, akkor a kedvezményes értékesítés előtti árat kell megjelölni a termékeken. Ha ez nem megállapítható, úgy a KSH honlapján szereplő 2021. októberére közzétett átlagos fogyasztói árakat kell megadni. Ennek értelmében például a csirkemellfilé maximum 1600 forint lehet a tavasz végéig. Ingyenes gasztrokaland indul február 10-én Baján, amelynek során a fiatalok 6 alkalmas foglalkozás keretében tanulhatnak meg halászlevet főzni a bajai halászléfőző bajnokoktól. Alkalmanként egy kevéske elméleti tudást is igyekeznek átadni a diákoknak, a hangsúly azonban a gyakorlaton, illetve a gyakorláson lesz, ígérik a szervezők.
Korábban már több alkalommal szervezett versenyt a fiataloknak a Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesülete, most pedig tanfolyamra várják az érdeklődőket. A 6 alkalomból álló képzésre a 7. osztálytól a 10. jelentkezhettek a diákok. Minden találkozón részletesen átvesznek majd egy-egy munkafázist, beszélgetnek a hozzávalókról és kellékekről, közben közösen el is végzik a munkát, megfőznek egy-egy adag halászlét, és természetesen a fiatalok el is fogyaszthatják helyben az étket. Erről a stúdiumban beszélt Farkas Attila és Martonosi Attila, akik elmondták, nagyon fontosnak tartják, hogy a halfőzés hagyománya valóban tovább éljen. Különösen azóta, mióta a Bajai Halászlé Hungarikum, illetve tavalyi esztendőben a szellemi kulturális örökség nemzeti értéktárába felvették a bajai halászlét, most ez kötelezi is a bajaiakat, minden bajai halászlé tisztelőt és főzőt arra, hogy ezt az élő hagyományt valóban élővé tegye, folytassa is, továbbadja, és kinek kell elsődlegesen továbbadni, az ifjabb generációnak. A tanfolyam májusban egyfajta vizsgafőzéssel zárul. A vége mindig a legfontosabb, és előtte szeretnénk kimenni a Dunapartra egy főpróbára, ahol minden gyerek saját eszközével, amit az erdőbe szed, csinál bográcsálványt, az erdőbe szedett fával megfőzi a halát, és ha ezen túl van, ezen a főpróbán, akkor a tanúsítvány megszerzéséhez a Jánoska eresztésen kell bizonyítanuk, ahol csoportokba fognak halászlét főzni, ahová meghívhatják hozzátartozóikat, barátaikat, hogy értékeljék az általuk főzött étket. Mindehez a halat minden alkalomra Kollerné dr. Tóth Mónika ajánlotta fel, a többi szükséges hozzávalót pedig a Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesülete biztosítja. A programokon jelen lesznek az örökös halfőző bajnokok, valamint az egyesület további tagjai. A szervezők elárulták, a jelentkezők 2/3 fiú, 1/3 lány, aminek nagyon örülnek. S bár a létszám már be is telt, pótjelentkezés még lehetséges Martonosi Attilánál. A teljes beszélgetést a ma esti Bajai Kultúra magazinunkban tekinthetik meg. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményben értesíti a választópolgárokat arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Az értesítőt legkésőbb február 11-ig postázzák a lakcímekre. Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor a jegyzőnél jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki. A nyomtatvány a választópolgár személyes adatai közül csak a nevet, születési időt és a lakcímet tartalmazza. Megjelölik benne továbbá a szavazás helyét, idejét és azt, hogy a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja a választójogát. Kitérnek arra is, hogy a szavazókör akadálymentesítette. Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az április 3-ai választásig betöltik a 18. életévüket, ugyancsak most kell megkapniuk az értesítőt. 2 héten belül el kell dönteniük a végzős középiskolásoknak, hogy melyik felsőoktatási intézményben folytatnák tanulmányaikat. A leendő hallgatóknak február 15-éig kell leadniuk a jelentkezésüket a felvi.hu oldalon. Az ügyintézés során összesen 6 helyet jelölhetnek meg a felvételizők, az első 3 szakra díjmentesen jelentkezhetnek. Baján az Eötvös József Főiskola és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara is várja a leendő szakembereket. Mint minden évben, ezúttal is február 15-e a felvételi jelentkezés határideje. Így a leendő hallgatóknak rövidesen dönteniük kell arról, melyik felsőfokú intézményképzését jelölik meg első helyen. Az egyik hazai felsőoktatási portál szerint az elmúlt esztendőben a gazdasági és a bölcsészettudományi területekre jelentkeztek legtöbben, emellett továbbra is sokan döntöttek a műszaki pálya mellett. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara 5 évvel ezelőtt jött létre a városban. Míg kezdetben csak néhány szakot indítottak az intézményben, addig mára már mesterképzésre is jelentkezhetnek a leendő vízügyi szakemberek. Az angol nyelvű kurzusoknak köszönhetően pedig a külföldi hallgatók előtt is megnyílt a továbbtanulás lehetősége. Azoknak javasoljuk, hogy a karunkat válasszák, akiket érdekel a vízgazdálkodás, érdekel az infrastruktúra fejlesztés, mind a 2 nagyon perspektívikus ágazatnak számít
Nagyon komoly beruházások zajlanak jelenleg is Magyarországon infrastruktúra tekintetében. Ezeknek egy jó része egyébként épp a vízgazdálkodást érinti. Ugye két területen foglalkozunk vízgazdálkodással, területi települési vízgazdálkodás, itt mindenki megtalálja, hogy melyik érdekli a leginkább. A területi vízgazdálkodási szakirány keretében a vízminőség védelméről és az aszálykár elhárításról tanulhatnak a hallgatók. Míg a települési vízgazdálkodási szakirány az ivóvízellátás és a vízi környezet megóvására irányuló megoldásokat tárja az egyetemisták elé. Dr. Bíró Tibor kiemelte, a szélsőséges természeti tényezők miatt egyre nagyobb szükség van vízes szakemberekre, ezért nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi oktatásra. A hallgatók elégedettek az intézmény nyújtotta lehetőségekkel. Hozzánk jöttek a víztudományi karról Rócsón, ami ilyen beiskolázási program, illetve eljöttünk nyílt napokra szervezésben, iskolaszintű szervezésben, és nekem már akkor megtetszett ez, illetve nekem nagyon tetszik egyébként még a légkör, tehát a kollégiumról rá lehet látni a Sugovicára, ami szerintem egy hatalmas előny, most már sportlehetőségünk is van, mert megkaptuk a sportpályát, illetve nekem maga a szakma is tetszik. Idén a pandémia miatt csak egy alkalommal hirdettek nyílt napot a Bajcsi Zsilinszky utcai kampuszon. Az intézmény azonban, igazodva a kialakult helyzethez, online formában népszerűsítette a képzéseket. A vízgazdálkodás bemutató kisfilm a videó megosztó oldalon is elérhető. A leendő egyetemistáknak és főiskolásoknak az Oktatási Hivatal központi weboldalán a felvi.hu oldalon kell leadniuk jelentkezésüket. A felvételizők legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg, az első 3 szakot ingyenesen adhatják meg. Fontos, hogy az iskolai eredményekről és személyes adatokról szóló csatolmányokat helyesen töltsék fel a rendszerbe, emellett a hitelesítésről is gondoskodni kell, ezt legegyszerűbben az ügyfélkapu rendszerén keresztül tehetik meg a jelentkezők. A gyermeket nevelő szülők február 14-éig megkapják a családi adó visszatérítést a bankszámlájukra, a postai kézbesítés még korábban történik, tájékoztatott Tálai András. A pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára kiemelte, azok, akik a lakcímre történő utalást választották, illetve akiknek a családi pótlékot a postás viszi ki, már február 2-a és 4-e között készhez kapják az összeget. A családi adó visszatérítés összegét azoknak folyósítják a következő hetekben, akik 2021. december 31-éig benyújtották az erről szóló nyilatkozatot. Az adó visszatérítéshez való jog nem veszhet el, ezért aki elmulasztotta a dokumentum beküldését, és a NAV sem ismeri az utaláshoz szükséges adatait, az SZIA bevallásában veheti igénybe az adó visszatérítést, amelyhez segítséget nyújt a NAV által elkészített bevallási tervezet. Hosszú István együttese szombaton a BKG Prima Akadémia kosárlabda csapatát fogadta az MNAMK sportcsarnokában. Az ellenfél az élmezőnyben helyezkedik el, így nem volt könnyű dolga a sárga mezeseknek. A végeredmény ezúttal sem a Bajai Bácskának kedvezett. Hétvégén a BKG Prima Akadémia érkezett Bajára, hogy megmérkőzzenek a bajnokság 18. fordulójában Hosszú István csapatával. Az ellenfél egyértelmű célja a győzelem volt, hogy ezáltal visszakerüljenek a tabella 3. fokára, ugyanis a kosarasoknak csak így lett volna esélyük a Rádgéber Akadémia elé kerülni. A vezetőedző elmondta, nem számított könnyű játékra, régóta ismeri a bajai csapatot, és tudta, hogy a jelenlegi nehézségek ellenére tehetséges fiatalokkal kell szembenézniük a debrecenieknek. Nagyon örülök annak, hogy elhitték a fiúk azt, hogy koncentrálni kell, abban, hogy a védekezésben ne engedjünk könnyű pontot, második fél időre sikerült is. Elsőben rettenetesen el voltam keseredve, hogy 50 pontot tudtak nekünk dobni, de pont erről beszélek, hogy a bajai tüzérség az megállíthatatlan, inkább a védekezésükkel volt a gond, de ezt tudtuk előre, és szerencsére tudtunk élni a lehetőséggel. Nagy Ágoston csapata a győzelem ellenére sem tudott feljebb lépni a tabellán, ugyanis a pécsiek is győzelmet arattak, megőrizve ezzel a 3. helyüket. A bajai edző értékelése szerint is a mérkőzés elejé védekezéssel volt a legnagyobb probléma, és sok pontot kaptak a saját hibájukból.
A második fél időben már jobban magunkra találtunk, mondjuk ott be is álltunk zóna védekezésre, sőt a 34 szerintem egy egál lett, azt hiszem 12-12, és ott már olyan jobban feküdt a történet nekünk. Hát az igazság az, hogy ők jobb csapat. Mi talán nem is vagyunk annyira felkészültek most itt a mostani időszakban, de én azt gondolom, hogy a bajnokság végre összeszedjük magunkat. Mert tudni kell a nézőknek, hogy itt a végén a rájátszásban, ha nulla győzelmünk van, akkor is bent tudunk maradni. A végeredmény 82-112 lett a BKG javára. A bajaiak legeredményesebb játékosa Jakab Péter volt 33 ponttal. De ezen a mérkőzésen már jelen volt Pongó és Délígy Bence is, így ezúttal teljes kerettel kellett megküzdeniük a sárga mezeseknek. Következő alkalommal az első helyen álló Honvéd csapatával kell szembenézniük a Bajai Bácska kosarasainak. Főpíreink következnek egy-egy mondatban. Felszámolják a telepet, elbontják a Deszkás utcai ingatlanokat. Beteltek a helyek. Maximális létszámmal indul a fiataloknak meghirdetett halfőző tanfolyam. Tovább küzd a Bajai Bácska. Az élmezőnyből érkezett a kosarasok hétvégi ellenfele. Kedves nézőink, keddi híradónk végére értünk, friss összeállítással holnap este 6 órakor várjuk majd Önöket. Most még meghallgathatják az időjárás jelentést, és a Duna vízállásának adatai is megjelennek a képernyőn. A kollégák nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Szerdán felhő átvonulások várhatók, több órás napsütéssel, elszórtan zápor, hózápor is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szelet egyre nagyobb területen viharos lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 2 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között várható.